mielőtt belekezdek, attól tartok, hogy minket valaki menne. Egyikünk sem akar még egy olyan ügyet, mint ami az előbb halálra rémített. De ki gondolta, hogy ilyen meglepetések várnak? Féltettem önt, mielőtt Amista belépett, de ön is láthatta, hogy mindenek előtt önt védtem, és hogyan csillapítottam őt. Csak épp azt nem jutott eszembe zavaromban, hogy szemébe az egész ügyet letagadja. De égnek hála jól végződött az eset, és ennél biztosabb ügyünk nem is lehet, mert szent híre elől a vihar messze hátrál, és nem tűrjön körül férjem a gyalogárnyán. A rágalommal úgy dacol az én uram, hogy parancsa, legyünk csak kettesben vígan. Ezért megtehetem, hogy önnel szobában kettes fogom. Nem lehet tenni bátran. S csupán ezért merem felkelni szívemet. Az ön tüzelőmát már is lányod vedett. Nehéz megértenem a szó, nem hallom más nyelvét. Más stílusban beszélt, azt mondom, nem is olyan helyen. E percekben, uram, harcot vitt ideben szemérünk, s ellene a gyöngét értelem. A győztes szerelem minden. De bevallani még feszeg a szégyen is. Védekezünk előbb, de kiolvasható szemünkből az a jel, hogy nyert a hódító. Már csak becsületünk mond ellene a vágynak, s az elutasítás félig életbe válja. Ó, asszonyom! Gyönyörű nekem, és csodában hallom szólani szavai, hát drága. Érzékeinkben ez a méz árasztja szét, egy soha nem észlel, boldogságos örömvizét. De megbocsájt, hogyha ezt szívnék kételkedni, mert szállott a szavai tisztel szándékú törnek, hogy így rátolja meg készülő esküvőmet. És azt mondom, egy szót sem hiszek el szívének. Míg szerelmemet nem győzik meg tények. Hogyan? Ön hát olyan gyorsan akar haladni, és egy gyöngét szíven itt már diadalt alatni. Értemtelen remény rendszerint inkább. És nem nyugtatja meg a szót, ha várj. Tudom, hogy mennyire nem érdemlem kedvét. És kétkedve bánulom, hogy a mósik. És azt mondom, egy szót sem hiszek el szívének addig, míg szerelmemet nem győzik meg tények. Hát nem védekezik, nem védekezik ön ellen senki sem. Már lélegezni sem hagy időt nekem. S érik el ilyen szigorral, vakverően, ami után ebben így követelni tőle. De ha imádnak, nem esik rosszul magát. Miért foglalkodik, hogy elét adja ennek? S az ég, amelyről ön annyit beszélt nekem. Mit szól hozzá az ég, ha belejt? Ha gondot csupán az ég okozza magának, könnyen elháríthatjuk utunkból ezt a gátat. És nem kell, hogy szívét az ég érszik. Pedig és mivel hányszor rémítene? Ennek fordulás, asszonyom, kész nevetség. Sitítására kéne a művészenek. Igaz, hogy tiltva van egy némely élvezet. De alkudozni az Istennel is lehet. Mert fontos tudomány, s a szükséglet hatása a lelkiismeret kellő kibányítása. Csak bízza rá magát ezen az úton! Töltse be vágyomat! A bűnt vágyom, asszonyom, és... Ön erősen köhög? Igen, kényszerbelés ez. És? Mit szól le egy kis édes gyöngérhez? A makacsülésért még nem éreztem sokat. S talán nincs is szer, ami most meggyógyítana. Morfuszol el? Igen. Elmondhatatlan. Szóval! Akárhogy oszlass el nyugodtan. Itt még titok marad minden. Hisz bűn csak az, aminek hírege. A botrány asszonyom. Csak az kiállt az égbe, s ki titkon védkezik, annak már nincs is védke. Látom, engedni kell a kínos is nekem. Amit tőlem kíván, rendben van, megteszem. Mert
mert ennél kevesebb nem ormálnék úgysem egy bizonyos úrnak, hogy szabadnak végre higgyen. De kényszerítenek, hogy még tovább haladjak, s mondhatok bármit is, hitetlenek maradok. Az úr mást követel, meggyőződtem, hogy kedvéért. Elszámolom. Ha megadásomért haragszikat is, haragja arra száll, akiért bűnbe is. Az nem lehet, hogy a vétek elérhetik. Vállalom, az nyom! És semmi sem! Az ajtót kérem nyissa ki, s jól nézze meg, hogy kint a kertben nem jár ott a férje. Fölösleges. Miért pozorol rájuk? Már régen vezettem az orránál futva nincs. Dicsőség neki az, ha kettesben élhet. S előttem nála, hogy nem hisz a saját szemére. Azért csak menjen, és kérem jól nézzenek. És vigyázz.